Újabb szakot akkreditáltak a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen, beszámolunk következik erről az eseményről. Akkreditálták a napokban a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem természettudományi és művészeti karának nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok szakát. Az eseményt fontos pillanatnak tekintik a kar, illetve az egyetem életében. A kolozsvári kar életében ez egy fontos történet, hogy a nemzetközi kapcsolatok európai tanulmányok szak is megkapta az elmúlt hetekben a végleges akkreditációt. Ez azt jelenti, hogy elhárul minden eddigi akadály a szak működtetés elől, és hát ugye azt is tudni kell ehhez, hogy április 3-án az egész egyetem hivatalos akkreditációról szóló törvény is megjelent a hivatalos közlönyben. Ez a két fejlemény együtt azt jelenti, hogy azokon a szakokon, ahol a szak is véglegesen akkreditált, most már államvizsgákat is szervezhetünk, talán már az idén is bizonyos szakok esetében, most június-júliusi periódusban meg tudjuk szervezni az államvizsgákat, és hát gyakorlatilag ugye ez azt jelenti, hogy a romániai egységes nemzeti oktatási rendszer részeként értelmezett egyetemként gondolhatunk a mesterképzőink, doktorképzőink elindítására. Lupán Ernő professzor alapítványt hozott létre az egyetem jogász hallgatói számára. A nevét viselő alapítvány kezdetben 70 ezer lejjel gazdálkodik. Most már, hogy egyedül maradtam a világban, már a rokonok nélkül, úgy tűnt, hogy valamit kell csinálni azon a pénzzel. És akkor jött az ötlet, hogy csinálok egy alapítványt, amiben a Szapiencia Egyetem diákjainak a stimulálását megpróbáljuk elindítani. Úgy tudom, hogy Kolozsváron ilyen alapítvány még nincsen, nem volt ilyen diák alapítvány, és ezért úgy döntöttem, hogy elkezdjük.